Nekem egészen határozott álláspontom az, hogy a visegrádi együttműködés Jeszenszky Géza külügyminisztersége idején, tehát akkor, amikor alapították, akkor fontos tényező volt, szükség volt rá, de a mai Európai Uniós körülmények között szerintem a V4-es együttműködés ilyen formájában értelmezhetetlen. Nem látom be, hogy akkor, amikor mind a négy ország az Európai Unió közösségének tagja lett, akkor, amikor az egyes kérdésekben meglévő problémáink európai tagországoknak, vagy kelet-közép-európai új tagállamoknak más és más együttműködéseket igényel, akkor nem látom be, hogy a V4 együttműködésre miért lenne szükség politikai alapon a következő időszakban az Európai Unióban, az Európai Uniós együttműködésen belül. De ha már a V4-ekről beszélünk, akkor mi például az MSZP az elmúlt időszakban elkezdtünk egy mondhatjuk Visegrád plusznak, vagy bármi másnak, egy kibővített együttműködésnek a szervezését, amelyben pártközi kapcsolatainkban is ugye vannak, ahol kormányon vannak, de minden esetre mindenhol komoly politikai tényező a testvérpártjaink. Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Románia, és majdan együtt gondolkodva a Balkán bővítése felé, szerintem Magyarországnak az a stratégia érdeke, hogy külpolitikai mozgását, kapcsolatrendszerét, figyelmét átterelje erre a térségre. Azon kívül, hogy Orbánéknak politikailag volt szüksége, hatalmi játszmához volt szüksége az elmúlt években a V4 együttműködésre, azon kívül szerintem nagyon kevés konkrét kulturális, kereskedelmi, gazdasági hasznot tud bárki is felsorolni az elmúlt évtizedekből, a V4-es együttműködésből. És most csak gondoljunk bele abba, hogy mondjuk Szlovákia eurozóna tag, Csehország igyekszik az eurozónába, Magyarország kifejezetten politikai okokból még csak az előszobába sem akar belépni. Tehát a gazdasági típusú fejlődésünk és integrációs hajlam sem egyforma ezeknek az országoknak. Úgyhogy összegezve én azt gondolom, hogy kalapot kell emelni a V4 együttműködés 90-es évekbeli frissességére, akkori szükségessége előtt, de én ma már nem erre építeném Magyarország kapcsolatrendszerét. Én nem esnék át a lótus oldalára, tehát attól még, hogy Orbán Viktor valamit az eredeti céljával ellentétesen használ fel, és meghekkel, attól én nem dobnám ki az ablakon, sőt, amit mondtam, azt tartom, kifejezetten Csaputovára hajazva, vagy őt egy számomra egy nagyon fontos hivatkozási alapként tekintve, én azt mondanám, hogy olyan konstruktív célokat kell találnunk, és olyan pozitív tartalmat önmagunknak, aminek a keretében megélhetjük azt a saját összetartozásunkat, ami szerintem nagyon is van. És ugye megneveztem ezt a nagyon komoly kérdést, a bérszínvonal kérdését, ami most már Magyarországon évtizedek óta nem tud áttörést elérni, tehát nem tudunk felzárkózni Európának ahhoz a fősodrához, ahol már egyébként meg lenne a helyünk, hiszen rengeteg pénzt kaptunk. Ugye ez is egy ilyen érdekesség volt Orbán Viktortól, amire Zurinda reagált is, ez egy interjú volt, most nem tudom, hogy mikor adta, de ez körülbelül egy hónapja, hogy szerintem kb. Odáig eljutott a magyar miniszterelnök, hogy mi nem vagyunk a nettó haszonélvezői az Európai Uniónak, amire nagyon éres választ kapott, és ott volt azt hiszem a reakció között, hogy egy ilyen potenciális cél a V4-eknek, hogy politikai konzultációs fórumként tudunk működni, és szerintem ez az közös érdekeink érvényesítésének egy hatékony módja. Úgyhogy most azért, és itt azért szeretném megjegyezni, hogy ugye vannak olyan nyugtalanító külpolitikai ügyek, meg témák, meg áramlatok, amik viszik szét a V4-eket. Tehát, hogy Orbán az egyik részről próbál kapaszkodni ebbe, nagyon sokszor tényleg az ilyen kétoldalú lengyel-magyar álláspontban nyilvánul meg, ami nem ért, hát úgy érték alapú, hogy a politikai szélsőségek szeretnek ugye egymásra találni.
de külpolitikában, jogállamiság kérdésében, európai integrációnak az alapvető sarok kérdésében nem tudtunk V4-es álláspontot felmutatni, mert hogy sokkal progresszívebb álláspontja van, meg sokkal európai álláspontja van V4-es társállamoknak sok esetben, mint amit a magyar kormány erről. Tehát ugye emlékszem, amikor Varga Judit próbált egy ilyen jogállamiság kérdésében valamifajta ilyen közép-kelet-európai narratívát felépíteni, akkor a szlovák igazságügyminiszterasszony, meg a külügyminiszter is megszólalt, hogy nem, ilyen nincs. Tehát a jogállamiságot Európában mindenhol ugyanúgy kell értelmeznünk. Tehát, hogy szerintem Orbán ezt pusztította, ezt a keretet, de hogy szerintem szükség van rá, és abszolút tudnánk ezt úgy használni, ahogy a valós érdekeink ezt kívánják. Bocsáss meg, Máté, közben olvasom, nem tudom, ti olvastátok-e a miniszter úrnak a chatfarra beküldött üzenetét, és neki is válaszolva, és pontosítva a mondataimat, én nem azt állítom, hogy nincsen szükség regionális érdek szövetségekre, együttmozgásra, közös fellépésre. Én azt mondom, hogy ez már nem a V4-ek, hanem akkor vagy a V4-ek plusz, tehát kibővítve más tagállamokkal, de azt gondolom, hogy a mi érdek azonosságunk, meg a sorsunk, amit megéltünk a 20. században, és abból következően nyilván sok mindenben eltérő a társadalmi, gazdasági szerkezete az országunknak, kulturálisan nyilván másképp vagyunk beállítva, mint egyes nagy nyugati országok. Nekünk ebben széles együttműködésre kell törekednünk, és itt szükségünk van Szlovéniára, Horvátországra, Romániára, és ez nem pusztán a szlovák, cseh, lengyel, magyar négyesnek a dolga.